Teljes terjedelmében égett szombaton egy autó az M5-ös autópályán Kecskemét térségében. A gépkocsi Szeged felé haladt, amikor a motortérben tűz keletkezett. A járműben ülő három személy még időben észrevette, és azonnal kiugrott a kocsiból. A lángok azonnal átterjedtek az autó egészére, azt csak a kiérkező tűzoltók tudták eloltani. Információink szerint a gépkocsit pont akkor javították, és a szervizből tartottak haza. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mitől kapott lángra az autó motortere. A gépkocsi teljesen kiégett, de személyi sérülés nem történt.